Köszöntöm a Karcefem rádió hallgatóit, és köszöntöm mai vendégeimet, Kalmár Tibor, Fülep Dávidot, Máté Áron. Köszönjük, hogy itt látad. Ez a civil kör, mint mindannyian tudják bizonyára, és első témánk azzal foglalatoskodna, hogy az napok óta zeng a média attól, hogy halálos baleset történt Balástyánál, mert hogy fölborult egy furgon, amiben tizen valahány migráns utazott, egyikük meg is halt, a georgiai embercsempészt azóta se találják, legalábbis felvételünk időpontjában még nincsen meg. Valahol grúzba kötve lehet biztos. Miközben, mi mi, mindjárt, mindjárt átérünk, csak annyit még szeretnék elmondani, hogy drágalátos liberális ellenzékünk szerint viszont ilyen probléma nem létezik. Mutasson nekik valaki egyetlen egy migránst is itt Magyarországon, és mi ezzel csak figyelem elterelést végzünk. Na, hogy látjátok akkor? Már Zaj Péter, csak hogy kell egy migráns <laughs> mutatni. E, nem olyan régen jöttem az a és bocsánat, hogy magamhoz ragadom a szót, csak én azt gondolom, hogy balzon az a liberális Város, ami ugye karácsony elvtárs is nagyon szeret oda látogatni, mert ugye februárban volt is. arra mi is nagyon szeretem, Gyakor... hiszen azért Én, voltál... én, voltál... én nagyon szeretem, <laughs> szeretem. Rajongó vagyok, Kubala László, jó voltából, És ott elég nagy a baj. Tehát ott beszélgettem helyi magyar vállalkozókkal, akiket egyébként migránsabbnak tekintenek a ténylegesen e, Európán kívülről érkezettekhez képest, és ők meséltek olyan történeteket, hogy például a kínai vállalkozó négy éven át, ez egy boltos család, négy éven át a boltba volt kétenen lakni, mert hogy mafia szerűen rámentek különböző iparágakra, így akár a szépségiparra, illetve kiemelten kezelve a különböző utcai járosokat, amikkel gondolom ti is találkozik kostatok, nyalásatok során, akik ugye esős időben esenyőt árulnak, megfordítva a lepedőt pedig napszemüveget kínálnak. mert Na ezek Kereslet a szerencsét, szerencsétlen a szerencsétlen algériai barátaink, ez gyakorlatilag egy migráns maffia áldozatává válnak abban a pillanatban, hogy leszállnak arról a hajóról, amiként megkapják az ideiglenes működési engedélyüket, hiszen ugye segítenek nekik. És ezeket bizony, hogyha nem tudnak naponta enstandolni, vagy standolni az árukkal, akkor akár még a tengerben is végezhetik. Egy kicsit ez a világot próbáljuk szenni szerintem Európa szívében megakadályozni, hogy ne lehessen egy ilyen fajta anarhiába menni, mivel mert ott nem tudnak mit kezdeni. Tehát az egész Barcelona az semmi más, mint egy hatalmas nagy, nem tudom, szép szóra magyarul lefolytani a ez a szabad drogkereskedelemre ráállt történet, és egy ilyen, én így, így, tudom elképzelni körülbelül a 9. és 12. század szeviáját, amikor ott De. a különböző arab csapatok szintén megszállták Aha. a kereszténységet éppen tanuló Kultúra világot. Font, fontos, amit mondtál abból a szempontból, hogy szemben a balliberális megközelítéssel azért foglalkozunk ezzel, mert nagyon úgy tűnik, hogy a szomszédunkban dúló háború és az onnan megindult valódi menekült hullám kicsit eltakarja a közvélemény elől ezt a problémát, ami ugyanúgy súlyosbodik. Tehát én lenn lakom Kiskunfélegyházán, és már ott érzékel, érzékelhető, hogy naponta látok az M5-ös autópálya mentén intézkedő rendőröket, határőröket, határvadászokat, akik próbálják a bejutottakat Nem. visszavinni. Tehát ez nem, nem, nem a mi kreálmányunk, nem a mi kitalációnk, ez egy valós probléma és egyre súlyosabb. Te hogy látod, Áron? Én azt hiszem, hogy először is az ukrajnai menekült hullám az nagyon jól bemutatja azt, hogy milyen, amikor valaki igazi menekült, és milyen, amikor valaki, hát ez az erőszakos, tényleg a, a semmiből, a, a mindenhova is a menni akaró migráns. A megélhetés. Meg e, így bocsánat. van, így van. Tehát ezt, ezt azért most akkor már lássuk tisztán, hogy Világos. így néz ki egy menekült a szomszédországból, és így néz ki egy félvilágot átrappoló, ö, több telefonnal és meg térképe felszerelt, ö, ilyen, ilyen ö, megélhetési, meg hát... Meg feltöltött a, bankkártyával. Igen, a nyomor... Sőt, meg, most meg már ilyenek. lőfegyverrel, ahogy halljuk. Most ez meg a másik, hogy eljutottunk a következő fázisba, tehát itt már nem arról van szó, hogy Isten tudja, milyen nemzetközi hátterű civil, állci, és egyéb szervezetek segélyezik, meg ott szervezik a, a, a migránsokat, hanem most már ugye a nyílt bűnözés, ami eddig ugye ott a Szahara környékén volt, hogy ott csempészik át, meg a földközi tengernél, uh -huh. Ez, 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 most már itt van a déli határainknál, ugye tűzharcokról van szó. Én tehát én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy az ország közvéleménye az arra föl van készülve, hogy előbb-utóbb el fogunk jutni a harmadik fázisba, amikor a határvadászainknak vissza kell majd lőni, pusztán önvédelemből. Igen. Okay. Igen. Azért uh, én még annyit hozzátennék, ez az eltakarja, nem eltakarja a szomszédos háború, hogy szerintem úgy egyáltalán nem takarja el, sőt, szinte mint egy világító torony uh, világít az, hogy a 21. század elejére a baloldal gyakorlatilag leuralta a nácizmus. Most lehet azt mondani, hogy én súlyos szavakat használok, de akkor bocsánat, mondjuk már ki, hogy kiszámít menekültnek, aki egy háborús országból az első biztonságos országba érkezik. Ez Európa szempontjából jelenleg a szomszédban, Ukrajnában zajló háború esetében teljes mértékben fennáll. De ugyanúgy egyébként a felső északi szomszédainknál is, akik Oroszországból menekülnek, ott is fent áll ez a követelményeknek megfelel. Szerbiába 2015 óta, 2015-ben sem, 2014 ben sem, semmilyen háború nem volt. Azok, akik ide jöttek, azok nem gazdasági bevándorlók, így is lehet hívni egyébként őket, azok illegális bevándorlók voltak, akik ide be akartak jönni Magyarországra. És ennek ellenére azt látjuk, hogy azokat az embereket, mert azok vallásilag, bőrszínbe, származásba is egyébként eltérőek az ukrán vagy az orosz menekültektől, azokat szívesen látta Európa, mai napig szívesen látják a brüsszeli bábok, azokat az embereket, mert akik Ukrajnából érkeznek, vagy nagy Isten, Oroszországból, mert azokat már az elejétől se látták szívesen, Ukrajnából érkezőket még egy darabig ugye jó emberkedtek mm. vele, hogy azok jöhetnek, na de könyörgöm, mert most, most is azt mondja a berlini polgármester, hogy ők már nem bírnak el több, több menekültet. És akkor azok, akik eddig jöttek onnan délről, hogy magyarázzák ezt meg? Hogy rakják össze? Ha ez nem, nem ö, teljesen gyakorlatilag szakkönyvbe illő példája a nácizmusnak, akkor mi az? Mikor azt mondjuk, hogy az egyik, aki tényleg a golyózábor elő menekül, annak bezárjuk az ajtót, aki meg itt szépen átviháncol, meg néha lövöldözik a határon, mert nem tetszik neki az, hogy ott ennyit keres, mondjuk itt meg kétszer vagy háromszor annyit is megkeres segélyen, azt meg, azt meg beengedjük, tártkarokkal fogadjuk, mert hát az hozza a szavazatot. Tehát azért itt ne felejtsük el egy tényleg egy utolsó záró gondolata végére. A különbség a kettő között az, hogy aki a Afrikából mondjuk érkeztek és szintén kihasznált emberek. Illegális bevándorlók, ettől még illegális bevándorlók, azok szavazatra válthatóak. Őket az akkori hatalom, aki beengedte, azok szavazatra tudták váltani. Akik Ukrajnából vagy Oroszországból érkeznek, azok szeretnének majd egyszer visszamenni, azok nem fognak azokba az országokba szavazni, azok nyilván ellátásra szorulnak, de utána, ha lehet, majd mennek vissza. Na, ez a különbség a. Tényleg csak egy pillanatra, pontosan no. ez zajlik most Barszeonában. Találkoztunk olyan Ukrajnából odaérkező családokkal, akik erről panaszkodtak, hogy ők megérkeztek. Nyilván volt egy ilyen Vilkomensz kultúr, hogy jaj, de jó, megsibogattuk, kivilágítjuk a katalán városházát kéksága színre február 27 29-re, de amikor egyébként ők ott megpróbáltak bárhova elhelyezkedni, megpróbáltak munkát felni, akkor azt mondták, hogy e itt van akkor most a megállás, e és mindeközben viszont azt látják, hogy az algériai ki leszár kedden a hajóról, az csütörtökön már munkavállalási engedéllyel árulja a napszemüveget. Nem, nem is emlékszem, Igen. hogy hol, de is gyulladt már egy olyan szállás, ahol ukránok voltak elhelyezve, tehát Igen. ez nyugat-európában történt. Mit gondoltok engem? Ez nagyon izgat, ez a probléma, hogy miért gondolják azt, hogy sokáig lehet ezt a jó emberkedést elhitetni az a európai polgárokkal, hogy tehát az a jó ember, aki idecsalja, ezer kilométereken keresztül gyalogoltatja jobb esetben, mert van, amikor inkább tengerbe folytja ö, őket, és ö, több ezer dollárt kivesz a zsebükből az ember csempészek által, és ezt jó emberkedésnek tartják. Ahelyett, hogy rendesen papírokkal, adnának vízumot nekik, idehoznák őket, eldöntenék, hogy alkalmasak-e olyasmire, amire Nyugat-Európa alkalmazni szeretné őket, azt aki igen, az marad, aki nem, az Én mehet szapodik. vissza. Én. Ezt hogy, hogy Meddig tűri Európa? Hát szerintem nem az, hogy meddig tűri, nagyon csúnya eszek, szerintem ezt kajálja. Tehát de évtizedek óta erre van kondicionálva az európai ember. Gyakorlatilag amióta ugye megtörtént a világ varástalanítása, elkezdtek kiürülni a templomok, kell egy mérce, hogy mi alapján gondolhatja azt, hogy ő jó. És a modern ember az görcsösen, tűzön, vizen át, ha kell, belepusztul a másik, de ő bebizonyítja, hogy ő mennyire jó. Hm. És ennek most így gyakorlatilag a kifejlett állapotát láthatjuk. Ez, 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 ez a topzódás folyik. Orwell már valamikor a 30-as évek végén ugye megírta az akkori brit sajtóról, hogy az a legmegdöbbentőbb, ahogy a részvétet adagolják, hol kinyitva, hol elzárva, mint a vízcsapot. Ugye? És akkor meg hol voltunk a, a mai közösségi közösség, Szóval, e, tehát ezt... Szerintem ezt gyakorlatilag bármeddig lehet csinálni. Felnőtt egy olyan nemzedék, amelyik csak ebben a rózsaszín, pitypurúgy államvilágban, buborékban él, elfogadja feltétel és gondolkodás nélkül, ami a mainstream médiából jön, hogy most épp az a jó, ha te ezt csinálod, akkor most, akkor most te, te jó vagy. Én erre rátennék még annyit, hogy ebben a jó emberkedés mellé még belejön egy önzés is, miszerint ő azt mondja, hogy egyébként én adok neki akár munkát, akár helyettem ő dolgozik, akkor nekem a állampolgári járó füzetés megteremtődik, hiszen nem nekem kell dolgozni. Tehát van benne egy ilyen elkényelmesedés is, egyébként majd ide jönnek. Ugye ez a, ez a fals dolog, amit még Angela Merkel Igen. is próbált erőltetni, hogy hát de ha nem dolgoznak a németek, akkor szükség van a betelepülőket, csak Igen. ugye ők se akarnak dolgozni. Tehát ők is azért jöttek ide, mert láttak egy képet, hogy a paradicsom egyenlő Európa, és így gyakorlatilag oh, ingyen van a manna, égi manna, és egyébként nekik tényleg, Tehát az a segélyezés, amivel a legtöbb migráns meg tud érkezni, és egy-két-három évig be tud a társadalomba integrálódni, illetve pontosabban meg se próbál integrálódni, az nem is abba az irányba fogja vinni, hogy mint ami mondjuk akár tényleg más Csak még egy szót, hogy ez, amit az előbb itt a TV elmondott, hogy Onnan ő egy álomvilágban, egy Európában a fákról lógnak a, az eurós iphone -ok. bankjegyek, iPhone-ok, -ok, iphone -ok, iphone -ok, igen, meg, meg amit szeretnénk. Egyébként tehát ez azért már megjelent az Emir Kusturica Cigányok ideje című igen. filmjében, amikor ugye Olaszországról azt mondja a hogy nem tudjátok elképzelni, hogy itt milyen gazdaság van ahhoz képest, ami otthon. Na most én még egy dolgot bevetnék ide a jó emberkedéshez. Szóval azt azért, azt azért miért rasszizmus, meg fasizmus, meg nácizmus bemondani, hogy gyakorlatilag Afrika és nagyjából ez a, az arab világnak nevezett országok, nem mindegyik, nem mindegyik, de, de jelentős részük, ott a demográfiai folyamatok fenntarthatatlanok hosszú távon. Nagyon csúnya veszek, szinte olyan, mintha néhol már az állóhelyeket osztogatnák. De, de komolyan, tehát most persze az ember egy kicsit irigykedik is, hogy ő, ő ott hiába van modernitásra, minden ott... Ott azért, a népetség, azért nem nő nálunk. Igen. Jó, nem, csak tehát azt akarom mondani, hogy ott nem, nem az, hogy, hogy, hogy munkát adni, mert hát mit fognak csinálni azok az emberek? Hmm. Mi, mihez kezdenek? Hmm. Hanem egy idő után az is föl fog merülni, hogy nem lesz mit enniük. Szó szóval szerint most ugye az ukrajnai háború kapcsán éve miszerszállítmányok, hmm. meg ugye a, a földgázból előállított műtrágya, nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. A Samuel huntington Huntingtonnak van ugye a civilizáció összecsapása, és akkor ott van egy apokaliptikus kép a végén, hogy, Afrika mobil tömegeivel még azt is letarolja, ezt most azt hiszem szó szerint idézem, ami Európából megmarad. Uh -huh. Szóval azért valahogy ezt nem kéne megvárni. Világos, David? Azért itt szerintem két dolgot még fontos hozzátenni. Itt, ugye az egyik az, hogy tényleg nézzük, hogy mi lesz ennek a vége. De hogy Nyugat-Európában úgy ámlok a politika, mint olyan, vagy az, hogy valaki egy ország vezetője legyen. Az már rég nem úgy néz ki, mint mondjuk Magyarországon egy Orbán-Viktori felfogás, hogy azért szeretném, hogy megválaszanak, hogy ebből az országból valami nagyobbat teremtsek. Hmm. Nem, az ott egy karrierpálya, ami tart négy, maximum nyolc évig, aztán majd elhelyeznek valahol máshol, szép nyugdíjam hmm. lesz, meg, meg jó fizetésem. Nézzétek meg most a briteknél, hát a hölgy, aki most 45 napig volt, vagy kb. 45 napig a volt. A... A Igen, nem is tudom hány százmillió forintnak megfelelő összeget fog majd kapni havi szinten, az a lényeg, hogy kényelmesen el fog ebbe Tehát ez egy karrier, nem érdekli, hogy utána mi lesz, azt tudja, hogy most beengedjük Igen. őket, ők következő két-három év múlva elintézzük, hogy átmegy egy törvényjavaslat, ami alapján már szavazhatnak, ők minket megszavaznak még egyszer, kifut, amikor meg majd süllyed a hajó, mi azt elhagyjuk és megyünk nyugdíjba. Ez ugye az egyik dolog. A dolog másik része az, hogy Józan paraszt észre, persze, hogy én is felteszem, meg gondolom, aki minket hallgat, mindenki magának a kérdés, hogy na de hát, Késelések vannak, lövöldözések vannak a nyílt utcán. Hát hogy tudják ezt elviselni az emberek? Nagyon egyszerű, az én feleségem elég gyakran olvas német sajtót, és szokta nekem mindig küldeni a, az érdekesebbnél érdekesebb cikket. Hát ott teljesen más a narratíva. Ott, ha történik egy ilyen, ők azt nem azt mondják, hogy egy, egy terrorista merényletet követett el, hanem megint egy szélső jobboldali támadás történt. Mert valójában mi, miről beszélünk? Hát a szélsőséges keresztény olyan szélsőséges keresztény, mint a szélsőséges Slim, és nem kell azt mondani, hogy egy bevándorló követette, elég azt mondja, hogy egy szélső jobboldali támadás, vagy éppen pont a szélső jobboldali hergelés miatt történt. Hát ezekkel van tele a német sajtó. Ez Aha. az egyik fel a másik, amikor meg sem mutatják. És ugye most az az európai narratíva, Épp a múltkor néztem a Youtube-on egy csatornát, ami nyilvánvalóan ilyen globalista indítatásra készült, direkt a külföldi, az európai közvélemény befolyásolására, ahol azt magyarázták, hogy hát igen, Európában probléma van ugye, a problémát okoz a bevándorlás, vannak konfliktusok, no de hogy ezt éppen a szélső jobboldalnak a hergelése okozza, és a másik, hogyha még van is valahol probléma, lelőnek egy-két embert, leszurkálnak 10-12 embert, mondjuk egy... egy Közéjük Hát, hogy szomorú, de akkor se szabad engedni, hogy a jobb oldal er ebbe belekapaszkodjon. Nem szabad hagyni, Igen. hogy a jobb oldal elmondhassa, hogy ezt ticsesztétek el, mert akkor még véletlenül a jobb oldal hatalomra kerül és kiavítja. Tehát az emberekbe beleültettek egy olyan erős és annyira téves immunválaszt, hogy már nem mernek nemzetben gondolkodni, nem merik a saját valódi immunrendszerüket használni, mert hát rögtön megbélyegeznek és kirúgnak a munkahelyedről, meg az egész karriered, az egész életpályádat tönkretett. Leszik. nagy embereknek is. Azt, azt úgy tudnám összefoglalni, és nagyon örülök, hogy, hogy veletek beszélgetek ma, mert megvilágosító erő, amiket mondtok, hogy tehát ma már annyira félnek az emberek, hogy lenácizzák őket, hogy azt sem veszik észre, amikor náci módszerekkel. Igen. Igen. Körülbelül. Menjünk is tovább, mert Érzésem szerint fogunk még erről beszélgetni, mert ez nem, nem fog itt véget érni. Hogy ö, nyilvánvaló, hogy ennek a, a migráns-simogató attitűdnek megvannak a magyar ö, képviselői is, akik ráadásul ezt a szomszédunkban dúló háborút is megpróbálják ö, oly módon tálalni a magyar embereknek, amelyek. Ö, ő szándékaik és elképzeléseik, vagy álmaik szerint majd jól szembefordítják a magyar társadalmat a jelenlegi nemzeti kormányjal. Mire gondolok? Itt van például ez a legújabb akciójuk, hogy a kormány azonnal távolítsa el a szankciókról szóló Ö, nemzeti konzultáció bombás plakátjait, mert hogy az ö, micsoda hazugság és micsoda félrevezetés, a bombák azok szegény ukrán népre hullanak, és, ö, és ez förtelmes ez az egész. Mire a kormánypártok válasz az? Na, pont ez az a szankciópárti politika, ami miatt ö, titeket pénzelnek, és az is dagad az a botány, de arra majd visszatérünk. Most először beszéljünk már arról, hogy hogy miért gondolják azt baliberális oldalon, hogy ezek a szankciók, ezek megállítják Putyint, illetve azt miért nem látják, hogy közben Európa rámegy? Bocsánat, de pontosan úgy gondolkoznak, ahogy ez egyébként tőlük elvárható. Mert most például, a, ha csak a hazai dollár baloldalból indulunk ki, eddig azt az érvet hallottam leghangosabban tőlük, hogy azért működnek a szankciók, mert Oroszor Oroszországban ahhoz, hogy jogos telefon rakjanak össze, már a mosógépből szerelik ki az alkatrészeket. Tehát hogy gondolkoznak ők? Oroszországban baj van, mert nem lesz mondjuk iPhone, és akkor ott a világ vége. Azzal nem törődnek egyébként, hogy az idén télen mondjuk hogy lesz fűtés a fenekük alatt, itthon nem is kell ezzel törődni. Ők, mert nem rajtuk múlt, hogy el lett intézve, hogy Szijjártó Péter ezt lezsírozta is, biztosítva van az energiállátásunk. Ők ilyen dolgokon gondolkodnak, hogy jaj, az oroszoknak milyen szörnyű, mert kivonult a McDonald's, meg ugye mondom, nincsen iPhone. <laughs> És nem látják át, mert nem is akarják átlátni. Tehát azért azt mégiscsak észre kell venni, hogy ezek az emberek, akik a szankciókat pártolják, azok Kaptak közel 2 milliárd forintnyi dollárt Amerikából valamikor április körül. Hát ugye részletekben, mert most mondta a miniszterelnök jelöltjük, hogy még júniusban is kaptak. Mert még a tanároknak is? Azért, is azért abból kényelmesen el lehet lenni, így. még akkor is, hogyha aktivistáknak szétosztott. Hm. Tehát abból kényelmesen el lehet lenni. Ja. Hogy? Hát persze, hogy el vagy szakadva a valóságtól, hogy mit látsz, jönnek ilyen számok, faxon leküldik nekik, hogy éppen milyen károkat dogoztak Oroszországnak a szankciók, azt nem küldik már le nekik, hogy egyébként Németországban mondjuk két millió ember már biztosan nem fogja kifizetni a számláit, vagy Angliába minden uh, negyedik ember kiadj napi egyétkezést, mert hát azt minek küldenék. Pedig a realitás az ez, mert Igen. engem hidegen hagy, hogy mi van Oroszországban, engem az se vigasztalna, ha azt mondanák, hogy holnap a teljes uh, orosz hadsereg így porszemmé válik, hogyha közben azt látom, hogy az európai emberek az é a, a magyar emberek azok éppenséggel három, négy vagy ötszörös áron veszik a boltba az élelmiszert, vagy éppen nem tudnak fűteni. Tehát Igen. nincs az az ár, amit a mérleg másik oldalába bele lehet rakni, hogy azt mondjam, hogy megéri. Nincs. Igen. Igen. Hát én, én, én csak annyit szeretnék mondani, hogy ugye volt egyszer egy Covid, utána mindenki eszeveszettül elkezdett költekezni, de világszinten, de világszinten, hogy elpó tehát kipótolja az elmaradt beruházást, fogyasztást. Ugye pusztán a lakóság be volt zárva, hát akkor most valamit hát akar csinálni. Valami csinálni. csinálni. De ugyanígy az acél, tehát amikor ugye építkezések, stb. Erre rájött a háború, az ugye mindig egy ilyen kicsit pánik hangulatot csinál, és erre rájöttek azok a szankciók, amik jól láthatóan Igazából Európát találják el elsősorban. Itt ugye az ember elkezdhet gondolkozni azon, hogy kinek az érdeke. Én csak egy kérdést szeretnék föltenni. Ott volt ez az egész arab tavasz, meg Líbia, meg nem tudom. Sőt, kezdjük korábban. Ott volt ugye az iraki háború 2003. Az oké, hogy kitaláltak egy ürügyet, bementek, szétülték a bodegát, rendszerváltás. Na de mi jön utána? Tehát oké, okay, megvan az A lépés, hmm. a B, na de C, D, mi lesz? Elmentek általán. Afganisztánba. Hát én nem is tudom az mennyi ideig, húsz évig folyt, és nem volt arra ötlet, hogy akkor jó, ott de ez vagyunk. A ez, de ugyanez ugyanezt sikeredett a sikeredet, kijövetel onnan. Én, én most egymás között elnézést kérek tényleg, szóval koszovói hát. albának az ő rendelkezés tök jó dolog, de de mi lesz Koszovóban? Mi vett mi, mi ott? Tehát, oké. Okay. Meg volt a függetlenség. <laughs> ez. Mi lett? Tehát, hogy én, én, én vagy. E, e, e. Oké, okay, Ukrajnában nem indul a háború, szankciók, jó. De utána mi a kivezető út? Az A, a B és a C kivezető utak a következő szenárió felé. Tehát. Ezt, ez, ez így azért egy rendkívül nagy felelőtlenség. Mondanám, hogy nem több millió, hanem több tízmillió, sőt európai szinten százmilliók sorsával való Igen. játszadozás. Tehát minden történetet el lehet mesélni, ha van mögötte erő és éca hogy akkor hogyan tovább? Én mi a tepe. cél? Én. Mi? Tehát mi, mi onnan hova akarunk eljutni? Adáson kívül beszélgettünk ügynökökről, meg karrierutakról, már Dávid is említette itt adáson belül is. Nekem egy kicsit olyan érzésem van, mint hogyha Európa körül olyan tanácsadók érkeztek volna, akár politikusi szerepkörbe is beülve, akik valamilyen, és itt meg szándékosan most nem fog megnevezni tengeren túli hatalmakat, e, már meg is neveztem, e, akik valamilyen idegen célokat szolgálnak, mert egyszerűen ki kell üres itteni Európát, és gyakorlatilag gyarmattá kell tenni Európát. Jó, de, de könyörgöm, mondjuk már ki, tehát Európa most jelenleg egy gyarmat. Tehát Európa egy olyan tökéletes globális gyarmat, amit szerintem korábban egyetlen nagyhatalom nem tudott elképzelni. Tehát itt arról van szó, elértünk abba a pontba, hogy azt mondják nekünk mondjuk Amerikából, hogy jó lenne majd, a Kínát is szankcionáljátok. Hát hogy ember? Hát egy az egyben rögtön tönkre mennénk, hogy a Kínát szankcionálnánk. Nem tudjuk, annyira le lettünk gatyásítva. Aztán mondják, hogy a akkor Oroszországot is szankcionál. Jó van ember, de mozzárták el a gárcsapokat. Nem tudunk mit szankcionálni. Szankcionál, Örülünk, hát hogyha nem, nem fogják meg. És, és akkor már közben is. ugye ott van Amerika, <laughs> aki meg tényleg. Európának egy olyan kommunikációs gépezetet ültetett a nyakára, amivel a közvéleményt olyan szinten tudja befolyásolni, és itt nem az amerikai politikai ö, osztályról, vagy az amerikai emberekről van szó, itt külön kell lesz választani. Itt arról a globális elitről van szó, akiknek a céges érdekeltségei nagyrészt Amerikában találhatók, de egyébként mindenhol máshol egy kis Meg spekulációval részünk, is. nagyon komoly pénzeket tudnak keríteni. Tehát Európából egy olyan gyarmatot csináltak, hogy ha jobbra lépek fáj, ha balra lépek, ha előre, ha át, minden mindenhol fáj a Hogy ez egy jó összehasonlítás, hogy tesz, szerintem ezt most lassan mindenki a saját bőrén élzi, vagy vállalkozóként, vagy magánemberként, vagy mindkettőként. Mm. Amerikában negatív gázár van, tehát kis túlzással füzetnek azért, én. hogy gázzal fűtsél, és ugye nyilván ők ezt szeretnék ezeket LNG hajókon keresztül eladni Európának. Hát de most csak Fel... azt nézzétek meg egy mondat nem, Káoszból lesz a rend. rend. Otto, én csak azt akarom mondani, hogy, hogy ez az egésszel, ami, ami Európában és egyébként itt nálunk, a mi házunk táján Közép-Európában is történik. Tehát az a bajom, hogy olyan, mint hogyha ide hát idehaza se, de aztán Európában hát oda valószínűleg el sem jutott soha, ugye németül ászolnak a pápuás példázata. Tehát ugye ez úgy szól, hogy valaki feláll új a pápuák tanácskozás, azt mondja, hogy legyen új a hollandoké. Feláll a másik pápua, azt mondja, hogy nekem jobb ötletem, a, legyen a briteké, legyen az angoloké. És akkor most feláll egy pápua, és azt mondja, hogy de mi lenne, ha új a pápúaké lenne? Tehát és, és ez, és, és ez a gondolkodás, én, én valahogy ezt nagyon a hiányolom Európából, és egyébként megmondom őszintén, ez Magyarországon is azért ö, olyan, hogy az ember ezt mondja, és akkor nem kell választani orosz, amerikai, meg ilyen, hát, izé. nem. Nézzük a Kérem szépen, érdekét. Én, én, igen. Én, én, igen. én itt. Ez így Na van, de... azt is mondja a miniszterelnök, és lám-lám, mindenáron el akarják takarítani az útból. Ez jó látszik. De hogy most őszintén azt válaszolja már meg nekem valaki, hogy amikor azon röhögtek néhány éve még a baloldali romkocsmákba az éttermiségiek, hogy hát hogyan röhögtek, meg aztán próbáltak botránkozni is, hogy a fejlett országok a legális gyarmataikba a nyersanyagokat ugye hogyan pusztítják le, ugye lehalásszák a halaikat, a színes fémeket azt ugye teljesen kiexportálják onnan, ahogy csak lehet. Ez röhögés volt. Ma meg arra ébredtünk gyakorlatilag, hogy ilyen decemberig bezárólag az oroszok nyerészkedtek, mert ilyen 5-10, meg tényleg kimondhatatlan nagy szorzóval adták nekünk el a gázt, mert hát Európának nem volt más választása, és most mi a kiút, ami lehet az, hogy majd az amerikaiaktól veszünk meg négy, meg öt, meg hat Szorosan. Tehát tényleg azt nézzük ezt, meg, abból van, pont vász, hogy a francia, jön francia jön elnök Macron is szóvá tette, hogy Igen. négyszeres áron jön, Igen. mint ahogy Amerikába kerül. De várjál ott ott, tehát azt azért jegyezzük már föl itt a műsorban, hogy tehát olyan nagy hatalom, amelyik szeretett szolgálat lenne, az, az az, az nagyon, nagy nagyon ritka, az, nem az nem nagyon nem. ritka. Ugye egyszer volt Sok Budán kutyavásár, család. ugye, ö, igen, de ők meg nem nagy hatalom. Igen. Ö, és és egyszer volt Budán kutyavásár, a Marsal segély Nyugat-Európában. Na de most Isten bocsássa meg, tényleg nem bánt valaki, azt kitalálta meg, az sem merő szívjóságból volt, hanem azért, mert az volt a másik lehetőség, hogy megy az egész Nyugat-Európa a kukába, a kommunisták uralma alá, Olaszország, Sp bocsánat, Franciaország, briteknél is bejött, akkor oszak, a, a az elég, de a Frankonál is ott azért nem volt teljesen egyértelmű a helyzet. Voltak jelenkezők, hogy hazamenjenek és kicsit segítsenek. Igen. Megint ugye rózsaszín, vörösbe átfesteni az egészet. Tehát csak azt akarom mondani, egyszer volt egy ilyen, hmm. de mondom, abögött de is lágas... volt egy, egy külpolitikai kényszer. Most úgy tűnik, hogy. Azt akartam még csak aláhúzni a hallgatóink kedvéért, amit mondott a Dávid, hogy gyakorlatilag nem. Amerika, mint nemzetállam áll ebben a uh -huh. dologban, hanem az úgynevezett mély állam. nagy tőkések, hogy nem? Meg, tőkések, tőkések. meg az, a, az, a, az a bankár Igen. és multinacionális vállalati kör. Akik alapították Bár Amerikát? Múlt, multinacionálisnak jöcés. sem jó őket nevezni. A borosimra megfogalmazása vagy meghatározása a legtisztább, ez a magánpénzbirodalom. Uh -huh. Amelyik most már ott tart, hogy konkrét miniszterelnököket, kancellárokat, Európai Uniós vezető tisztségviselőket jelöl ki. Igen. Ha megnézzük a mostan! Ö uralkodó garnitúrát, számtalan ilyet találunk, akik Igen. előtte bankárok voltak ezekben a nagy bankárházakban, Igen. vagy olyan multiktól jöttek, amelyek beletartottak. Megnézhetjük az, az egész ukrán kormányt kis Például. például. Tehát vagy színész vagy, bankár. nem Hát nem tudom, hogy lesz, de majd még erre is visszatérünk, viszont rettenetesen szalad az időnk, ezért nézzünk egy kicsit haza, és ugye a legnagyobb botrány, ami, ami, ami előfordulhat Magyarországon, az most ez az úgynevezett guruló dollárok ugye, amire valamelyikőtök már utalt is. És hát ugye föltűnt egy elképesztő zsenialitással bíró könyvelő hölgy akinél az összes ilyen pénzügyi mahináció, ami a balliberális ellenzék oldalán előfordult, vagy előfordulhatott, mert nyilván nem is tudunk mindenről, az ott mind nála megtalálható. Amikor jöttünk a felvételre, akkor én éppen azon kuncogtam, hogy Gulyás Márton a partizánnal bejelentkezett, hogy még mielőtt valaki kiszívállhatná ő bevallja, hogy ő is ott könyvelt. Na ehhez aztán mit szóltok? Hát Tokaj ez... szőlőveszel, én dollárt csepegtettél, hogy ezt így... De semmi gond, ez úgy betalál. Jó, csak az a baj, hogy ezeket aztán majd a jövő történészei fogják é. rendesen megírni. Ugye most össze vannak gabajodvadók, meg hát ugye az emlegetett nagyhatalmak érdekei is. Én most csak egy példát mondanék, hogy milyen furcsa dolgok lehetnek, tehát egy régi példa lesz, 18. századi Svédországban két párt volt, az egyiket a franciák finanszírozták, a másikat az oroszok. És érdekes módon az oroszok voltak az alkotmányos párt, a franciák meg ez az abszolútista párt, aha. és aztán végül is ugye az utóbbiak nyertek, tehát a nemzeti szuverenitás sikerült ott megvédeniük a, a svédeknek, de nem francia pénzből, hanem saját erejükből. Csak azt akarom mondani, hogy ilyen mindig volt, mindig lesz. Gondoljunk annak idején, ugye a guruló márkák, ugye 30-as évek második fele, azt is ugye cáfolgatták, meg, meg nem tudom, aztán csak kiderült, hogy az osztmárki, tehát az ausztriai NSDAP alapoktól, pártszervektől érkezett, ez az, hát nem olyan néze. Nyilván a szovjet típusú gyakorlatban a kommunista pártokat direktben finanszírozták Moszkvából, tehát ez, ez sem úgy, fülemben cseng a, a diplomatatáskák a... Tehát minden nagyhatalom mindig megpróbál a saját befolyási övezetében megfinanszírozni vele esetleg barátságosabb a befektetőjével, ugye, uh -huh. barátságosabb erőket, az aztán már az adott ország nemzeti karakterétől függ, hogy ezt ki tudja-e mozogni, hogyan tudja-e. Tulajdonképpen elállítani. lehetünk optimisták, mert ha ilyen hatékonysággal működött ez a több milliárdra tehető dollár, akkor nincs is olyan nagy baj. De hát halljuk, amit megint csak utalt már ebben a beszélgetésben valamelyikőtök, hogy most már a az utcán zajló tüntetéseket, a kirúgott tanárokat, a, ezeket is ebből finanszírozzák. Tehát azért, azért, nem, nem játék mégsem. Na most az a bajom, én nem azért mondom a dollár baloldalra azt, hogy ez egy maffia hálózat, és gyakorlatilag egy-egybe úgy működik, mint a Kozanosztra mert ö, olyan szervezettek, vagy olyan bűncselekményeket követnek el, hanem azért, mert pontosan olyan pofátlanok. Mert amikor Al mondjuk beidézték, hogy ilyen és ilyen bűnök miatt kell a bíróságba menni, ugyanúgy röhögve ment be a bíróságra, hogy most egyébként ma reggel olvastam, hogy Márki Zaj Péter azt mondja, hogy ő nem elszólta magát az amerikai támogatásokról, ő büszkén vállalja. Tehát, hogy ez az a kategória csávó, én néztem az ATV-s euh, interjúját, ő megmagyarázta azt, hogy igen, szuper, külföldről van. lett finanszírozva a kampány, de nem tudtak vele mit csinálni, mert le lett papírozva az egész, mert létrehoztak ilyen-olyan alapítványokat, mit bár... tudom én, igen. és akkor úgy finanszírozták, úgy kampányoltak, hát, hogy nem a pártnak. Hol azért, Amerika, hol, ország, volt, hol Így hol... És akkor így elcsó... El, 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 csöpögtetünk két milliárdot, és ráadásul úgy, hogy nem csak a kampányra, hanem arra, hogy destabilizálják az országot, könyörgöm, ezt kell megérteni, hogy ez onnantól kezdekem nem magyarázzák, hogy nem hazárulás, amikor azt mondja a baloldal a miniszterelnök jelöltje, akit egyébként az egész bagás támogatott, meg a mai napig egyébként úgy látszik, hogy ebből a pénzből közösen szervezik a tüntetéseket, hogy hát egy millió forintot adunk fejenként az aktivistáknak, hogy menjenek ki az utcára tüntetni, könyörgöm. Egy millió forintot, amit egyébként Amerika dollárok formájában utaltál nekünk külföldi spekuláns szövetségek, mint a, a nyílt társadalom alapítvány, meg ezeknek az ilyen lecsöngő ágazatai. Tehát akkor miről beszélünk? Hát ez mi, ha nem egy maffia házat? Most már szerintem március óta legalább két kísérlet volt, az elmúlt tíz évben meg számolatlan, amiben budapesti majdant igyekeztek előidézni ezekből a dollár baloldali pénzekből, és ugye most a legújabb a pedagógusokra való ráülés, és nagyon fontos. Szerintem hát az, hogy a pedagógusok... Igen. Még a pedagógusok hagyján igen. lenne. Tehát az, hogy de... Igen. De az, hogy a gyere... Tehát a pedagógusok bérét én azt gondolom, hogy rendezni kell. Hozzáteszem, ez is ugye a brüsszeli pénzeken, és nagyon sok minden egyéb dolgon múlik. Tehát erre azt gondolom, hogy. Nem Magyarországon teljes... olyan embert, aki ezzel ne Viszont ezért cserébe mondjuk ezért remélem, hogy egy utánpótlásbázis is érkezik, mert de mindegy, ez már messze menne, nem akarok egy pedagógus sem most megbántani. De amit te mondtál, egy ez a gyerekeket, és forradalmas játszatunk. Tehát üzenünk azzal, hogy 1956 alapítvány, meg kimegyünk az utcára, ez egy nagyon messzire és nagyon veszélyes Igen. játék, amitől én folyamatosan még annól a troll műsorban is írtam, mondtam, hogy ne játszunk majd, mert egyszer odaig eljutunk, akkor nagyon nagy bajba funk kerülni, onnan nem lehet visszafordulni, bizony, bizony. és hála az égnek Magyarországon az emberek kétharmad vagy háromnegyed arányban egyelőre józanul és rá is gondolkodnak, de pont most olyan veszélyes idők jönnek, amikor nagyon könnyen radikalizálódhatunk, hiszen tényleg egyik napról a másikra nem tudjuk, hogy mi történik velünk a szankcióknak, hogy most kell észnél lenni, és nem szabad felülni ezekre a provokációkra. Jó, csak tehát ezeknek az ilyen típusú mozgalmaknak ugye a Békés Marci jól összeszedte ezeket a látószögön. Tehát az a ö, ö, technikája, hogy gyakorlatilag a forradalom, idézőjeles forradalom utáni hétre, de legkésőbb a következő hónap elsőjére sejteti a, a, a mindenki békében, boldogságban, farkas együtt legevék vala a, a bárányjal. De és ez bejött ki is, tehát, hogy igen. Na most ott van, tehát azért vigyázó szemünket ilyenkor vessük már tényleg Ukrajnára, én nem vagyok benne biztos, hogy 2014 óta egy tényleg működőképes ukrán állam jött volna létre, rengeteg hiátus. Teljesen megértem azt az elkeseredett ukrán embert, aki ott bedőlt ennek, mert, mert ott tényleg a nyicsevó, a semmi. De, de utána eljutottak oda, hogy három év múlva a budapesti kormánynak kellett két kamion klórt veküldeni a Kárpát aljára, mert nem volt ivóvíz, és Kijevből nem küldtek. Ez így van. Tehát de azért, itt, de itt nem ez a, ez a rendkívül... nem. Jó, Nem, tehát ez a, ez a rendkívül veszélyes, hogy most egy csomó ember úgy érzi, hogy tényleg csak egy szeget húzunk ki, ezt a fránya Orbánt eltakarítjuk, és akkor és akkor majd utána, hát utána már gurul a szekér magától. Igen. Szóval De emlékszel em, ez, ez, ez ez az azt bosszant engem nagyon, hogy ugyanez volt már a választási kampányban, hogy amikor megkérdezték, hogy rendben van, zavarjátok el az Orbán kormányt. De mi lesz másnap? Igen. És akkor azt mondta a Gyurcsány, kajánul káosz. Káosz. Igen. De könyörgöm, de nem ez a terv, tehát őszintén azért. Én nem szeretek felvágni, meg büszkélkedni azzal, hogy milyen óriási dolog magyarnak lenni, mert ezt szerintem nyilvánvaló nem kell ezzel büszkélkedni, de hogy azért nemzetközi szinten azt el kell ismerni, hogy Orbán Viktor az egy obeliszk, vagy egy, vagy egy politikai szobor gyakorlatilag, amit már nemhogy Európában, az egész világon egy ilyen példaként hordanak végig, legalábbis a jobb oldal, és a bal oldalnak ez fáj. Tehát azért azt fele el, egy, egy pillanatra se gondoljuk, hogy a hazai baloldalt, meg az ő gazdáikat az érdekli, hogy mi lesz Magyarországot. Teljesen hidegen hagyja őket. Maximum annyival lesz jobb, hogy egy Strabag vagy bármely külföldi cég az majd többet tud nyerészkedni, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy Orbán Viktor el kell tüntetni, mert Orbán Viktor egy olyan példát állít a konzervatív jobboldalnak az egész világon, ami az ők is háborújukat, ami arról szól, hogy a normális társadalmakat a porig alázzák és eltüntessék, ezt a háborút, ezt hátráltatja. képes amikor... megfertőzni Hát gondoljatok bele, hogy egy Georgia <laughs> Meloni, vagy bár, még egy Emmanuel Macron is le kell, hogy jöjjön választás előtt fotózkodni Orbán Viktorral, mert nem hagyhatja ki, mert és lehet, a narratívát hogy... lehet hogy neki a pórást meghúzzák, hogy <laughs> mondja ugyanazt pontosan, Igen. mint Orbán, de azért még azt tudja, hogy más saját táborában is Igen. vannak, akik azt mondják, hogy ezért nem hülye ez a srác. Akármilyen pro propagandát nyomtok róla, hát Magyarországon nem kell négy után eszi fizetni. Hát írjátok már ki a Twitterre, érted? Tehát utána végigosztják az egész világ, hogy és nálunk miért nincs ilyen. Tehát, hogy példaértékű, és ezért akarják leszedni minden áron. Akkor legyen ez a végszó. Nem azért, mert nem tudnánk még ennyit beszélni, hanem azért, mert letelt a műsoridőnk. Köszönöm nektek az aktív részvételt, és a nagyon tényleg megvilágosító gondolatokat. Köszönöm a hallgatóimnak a megtisztelő figyelmet. Hallgassák továbbra is a karcefemet, jövő héten is lesz civilkör, de addig is rengeteg izgalmas műsor vár önökre a viszont